hol vagyunk? Mi ez? Mi ez a ház? Jézusom, miért életünk itt, és miért ilyen jó hajam? Mi történt? Itt egy konyha, itt egy szék, itt egy kanapé. Ez úgy néz ki, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen hotel-szerű valami. Talán vagy egy ilyen szabadlószoba. Ez tudja egy szabadlószoba. Tudja, hogy kis csináltak egy szabadlószobát. Szia, kis! Szerintem alszik, vagy mi baja van? De várjátok, figyeljetek, meg kell pofozni, nem tudom, hogy kell felkelteni azt, aki nem kelt éppen fel. 3, 2, Szia, erre kis! Keltem fel, hogy pofozni akarsz, meg fogsz halni. Na igen, szóval látjátok, fel is kelt. De szép szabaduló szobát csinált nekem Szabi. Nem te csináltad? Hát, én aludtam. Ja, Szabi csinálta nekünk, de jó, meg én mikor csináltam neked bármilyen ajándékot, gondolkodj már. Jó, csak bíztam benne, hogy egy másodpercig kedves lettél. Na jó, van kis, hogy kell kiszabadulni akkor Szabinak a szobáiból? Hát tudom, én felhívom, várjál. Nézd, itt egy ajtó, hát ide le kell menni. Nézd, itt van egy teljes izé, itt van, ezt kell kivinni, ezt a labirintus. Várjál már meg! Mindjárt... Mi a szar ez? Mindjárt kijutunk, az tök jó lesz minden. Várj, itt fel lehet ugrani, gyere már, Dani! Fel lehet ott menni? Hát, vagy nem tudom. Hogy? Hát az ott egy shulker box. Ja, aha. Mi van benne? Ott le lehet jönni, semmi. Ja, jó. De oké. Okay. Várj a másik oldalt. Igen, itt volt egy másik létre. Másszunk fel, ajtó. Ez meg kijön a sarokba, ja. De jó. Hát jó, hát nem ez volt a... Nem ez volt a kiállt, de hagyod nekünk kaját is. Kis, de most lazsálj már, hallod? De miért? Van TV. Ez tök nagy buli, itt vagyunk egy szabadulószobában, gyere nézd, hagyod nekünk kaját is. Ez undorító. Na, mi ez? Várja már. Rothús, te hülye. Jó, honnan tudtam volna, meg kellett kóstolnom. Honnan, várja. Hát... Biztos, hogy rohadt. Igen! Fú, de idiót, mi a szar? Na jó, van. Na várjál, és a tiéd? Nyitódik az ajtó, Dani. Hallott kajak? De menő, ezt is megcsinálta Szabi nekünk. Ezek szerint látod? Vagy nem tudom. Kinyílt az ajtó, de jó. Szar ez. Hallod, itt Dani, volt Szabi. Dani, mi van ott be? Itt volt Szabi beöltözve Granninek. Mi? Hol? Ha mondom, itt volt Granninek beöltözve Szabi. De mi? És hova tűnt? Nem tudom. Várjál, meg kell idézni, nyitogatni kell az ajtót, erre idéződött meg, figyelj! Látod, hogy nincs sehol. Ilyen vagy, Dani, csak át akartál menni. Jézusom, megijedtem kajak. Hallod? Nagyon durván csinálja Szabi. Szerintem esküszöm, hogy nem tudom, érted, meg kell dicsérni. Várjál, beszarassuk. Mint ahogy szoktak lenni a prank videók, hogy tudod, it's just a prank, bro, neki megyek fegyverrel, és akkor Szabi meg ki leveszi a maszkot, vicces lesz a videó. Jó, oké, jó ötlet, várjál, oké, okay, jó ötlet. Várjál, menjünk. Wow! Videózom egy mikróval, nincs más itt. Jó, oké. Okay. Gyere, nyitogassuk az ajtót. Valami megsebzett. Kettő HP-n van, Jézusom! Akkor téged nem foglak lelőni. Na gyere, nyitogassuk az ajtót. Várjál már kis, én ezt nem akarom. Mindjárt meghalok. Mi? Szabi, ez őrült, majdnem megölt engem. Nem Szabi volt, ez csak nem tudom, szerintem... Hol áll a fiai vagytok? Úristen! Ez nagyon nem vicce! A szar! Jézusom! Eltűnt a szemem elől. Átlőttem rajta. Na jó, figyelj! Kis csapdába kell csalnunk, figyelj! Én szerintem tudom, hogy csaljuk csapdába. Mi az Isten? Te hogy mentél le? Kis! Haló? Kis! Gyere már ki! Kis, hallasz engem? Jézus... Na jó, tudod, ki tiesztiges itt állandóan? Hát, hogy vicces volt. Istenem. Na jól van, kis, nekem fel kell kicsikét... Jó, oké, a kenedek füldök. Sabadi, dabadú! Tüntüm, PGT team vármosát! Hisz a csapatom végre toppom már! Na, jól van, oké, megfürödtünk, gyerek is! Takarodjatok a házamból! Hol a sötét lett? Nem fizette be az áramszámlát, Szabi. Komolyan mondom, nekem kell itt ezzel szenvednem. Elmémász, az nem viccelődik, az megölt téged. Na jól van, kis. Figyelj ide, össze kell fognunk, és rá kell jönnünk arra, hogy hogyan jussunk innen ki, oké? Valamit ki kell találni, figyelj. Nincs itt egy ajtó. Várjál, Dani.
Ez? Ezt figyeld. Jézusom, mi? Mondjad? Láthatatlan ajtó. Még több láthatatlan ajtó. Nem tudom, a szar ez. Bentről jön, Dani. Finom ez az agy. Gyere kis be! A lépcső alá! Kis! Agyad! Én is azt akarok kapni! Te ezt hogy bírod meg? Kis! Én leszek a következő! Kis, gyere már be a sziszi! Ide! Jó! Gyere! Uá! Csukjuk be! Jó, oké! Mi történt? Ezt láttad? El fogtok pusztulni! Jézusom! Ez nagyon... villámozott! Hallod kis? Én kezdek ebbe egyre jobban hinni, hogy ez igazi. Mi az Isten? Kis! Kis! Kis, te jól vagy? Kis! Jézusom, kis! 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 Jóban vicceltem. Nem tudom, úgy. Istenem, miért ilyenkor kell viccelgetni? Na figyelj már, de megint hova tűnt? Mi történt? Megette Szabit, láttad? Várjál, van itt egy minigán, ez lehet a tiéd, meg azokat viheted, én minigán? Is távolról vagyok, jó? Miért hát én távolról vagyok, jó? Jól van, oké. Na gyere, aludjunk. De ki is, ez nagyon para, nem aludhatsz csak így itt random. De. Hát nem, mert nagyon para az egész. Na figyelj, el kell kapnunk valahogy Grannyt, jó? Nem izéltünk itt, de komolyan mondom, mert szerintem ezt nagyon kezdem úgy érezni, hogy ez igazi. És valami kell találnunk. Hogy lenne már igazi, Dani? Granny nem létezik. Tudit kértek? Mondjuk azt, hogy megöljelek titeket és ti lesztek a sütibe? Nagyon büdös volt a szája, Jézusom! Na jól van, figyelj ide kis, van egy ötletem, jó? Nem fogsz elmenekülni! Ne. Úgy is megtalállak, takarodj már a házamból! Hogy menjek el? Hát engedj ki és kimegyek nagyon szívesen! Várjál, Dani, amúgy nekem van egy ötletem. Én még mindig azt gyanúsítom, hogy ez Szabi. Figyelj, ez nagyon gyorsan ki fog derülni. Ezt figyeld! Granny! Ó, nagy Granny! Gyere elő! Kis, ez szerintem nem jó ötlet. Mit akarsz? Pusztuljon az összes póni! Pusztuljon! De te is el fogsz pusztulni, te büdös korcs! Mit po... Na várjál! Kis, szerintem ez nem... Ez nem Szabi! Kis, hol tűntél? Kis! Kis! Hol vagy? Kis! Most már az enyém vagy, kis kutyus! Kis! Hol vagy? Mik ezek a lövések? Most már az enyém vagy, Granny! Nem vagyok! Engem senki nem a fejembe vagy! Kocsnak. A fejembe vagy! Hogy jutottál ki? Mi az Isten? Na jó, figyelj kis, van egy nagyon durván jó ötletem, oké? Okay? Figyelj, maradj itt és ordibált, hogy Granny loser, jó? Mindjárt jövök. Granny-nek lenni loser, ezért járna egy Granny. Maradj már semmi, nem vagyok olyan loser. Olyan vagy, mint egy reggeli. Nem vagyok loser. Tudod mit? Ha azt mondod, hogy loser vagyok, akkor eltávozol az élők sorából. És velem jössz a halálba. Én úgy sem fogok a halálba. Egyni, szépen befogja a száját. Mostantól a holtaknál van. Mi van? Én azt mondom, hogy több időm lesz. Jézusom. Ember! Kis meghalt! Nem, ez nem lehet igaz. Jézusom! Na jól van! Úristen, jó, oké. Valamit így eltalálom. Valahogy meg kell állítanunk. Hú, oké, jól van. Figyeljetek, van egy kenyérpirítom. Vissza szeretnéd kapni a barátodat? Igen, léci! Akkor egy dologgal fizethetsz. A lelkeddel! Jézusom, oké, sietnünk kell. Jó, van egy kenyérpirítom, van egy turmix gépem, meg van egy tévém. Oké, ezek, jó, nem a tévé nem kell. Jó, ezek jó fegyverek lesznek, figyeljetek. Szóval, én azt mondom, hogy építeni kéne ide egy Dani bábút valamiből. Szerzek valami anyagot, ide rakok egy Dani bábút, azt, hogy én vagyok, rám fog támadni. És hátulról leütöm, aztán pedig megkenyérpirítózom. Kész, legjobb ötlet, gyerünk. Jó, oké. Szerintem ez tökéletes, ezt fixen be fogja venni. Jól van, bújjunk el és kezdjük el ordibálni, hogy Granny, csicska vagy, nem kapsz el, easy, nem találsz meg soha. Nem vagyok csicska. Miről beszélsz?
Te is a holtaknál akarsz lenni? Ha? Te is majd a holtakhoz akarsz kerülni? Tornészkép! Gyerünk! Jó, a szem elájult. Jó van, oké. Itt az idő, gyerünk, gyors, le kell kötöznünk a székbe. Gyerünk, vigyük el a székig. Jó, oké. Belerakjuk, gyerünk, jó, oké. Lekötözzük, nagyon király. Jó van, oké. Már csak fel kéne éleszteni. Mondjuk... Granny! Na, Mizu van? Engedj el! Na, talán fordult a kocka? Engedj már el! Dehogy engedlek el? Halott vagy, tudsz róla? Hát te már rég halott vagy, ami elég gyárzabb. Na, figyelj ide, Granny! Amíg vissza nem adod nekem kist, és el nem engedsz minket, addig nem engedlek el. Itt az esélyed. Jó, akkor elengedlek. De... Jó, előbb hozz vissza kist, kérem szépen. Jó, egy pillanat. Kéz, működött. Kiköpted? Mi van? Ki? Ja, megetted? Tessék. Igen, bennem volt. Na, kis engedj el! Ez egy büdös köcsög. Engedj el! Na, figyelj ide! Nem szóval... lehet megválni. Hát igen, lehet, hogy nem. Na jó, figyelj ide! Engedj el! Add ide, befenyítem. Mondd el, hogy hogyan tudunk kijutni. Csak akkor, hogy elengedtek. Vicces vagy. Csak akkor is kijutok, ha megöllek, és itt lakok. Na, adják már, hogy tudtok megölni. Halhatatlan vagyok. Én vagyok a halhatatlan. Ti sose lesztek olyanok, mint én. Én vagyok a legerősebb. Ha az is nem adom a helyemet a buszon. Te pedig csak egy kis korcs vagy, aki nem tudja a helyét a világban. Dani, van egy ötletem. K betűs szót. Nyugi, elintézem helyetted, tessék. Ha várj, utána megyek Hádészhoz mindjárt. Egy pillanat is jövök. Na jó, ki kell jutnunk. Kis, valaki kell jutnunk innen. De még meg kell adnom neki a villámot az a világba, csak az egy kicsit nagyobb a szállítási idő. Figyelj, egy pillanat és jövök. Jó van, oké. Jó van, srácok, amíg kis visszér, addig valahogy ki kell innen jutnunk. Nem maradszunk itt igazából örökre. Valahol biztos, hogy van egy kijárat. Próbáltam sietni, hol vagy? Figyelj, várjál, van egy ötletem. Szabi, korcs vagy! Szabi vagyok, korcs vagy! Mi? Szabi azt mondta, hogy korcs vagy, ott a feje, tud beszélni. Mi? Ott van Szabi a feje, és ott mondta, azt mondta, hogy korcs. Kijutottunk! Itt egy zombi. Kis! Gyere már ki! De kis! Jó, van, oké. Srácok! Szerintem megcsinálod. De kis, te engem! Én veled vagyok! Srácok, köszönjük meg ebben a videóban. Remélem, hogy tetszett. Találkozunk legközelebb. Kis, én veled vagyok. Kis! Sziasztok!